Köszöntöm a kedves nézőket, ez már itt a Weekend második része. Hát ma este tulajdonképpen különleges zenéket, különleges programokat is ajánlottunk, már elsősorban az augusztus 20-ára koncentráltunk, irodalomról viszont még nem esett szó. Szeretettel köszöntöm Nagy Zsukát itt a stúdióban, a 45. Tokaji Írótábor díjazottját. Tulajdonképpen ugye magának az írótábornak a díját kaptad meg itt, amihez szívből gratulálunk. Gyakorlatilag te a megye irodalmi életének egyik oszlopos tagja vagy, nyilván az élő írókra gondolunk itt, úgyhogy, és nagyon fiatal. Emellett persze tanítod is az irodalmat, és igazándiból egy rendhagyó vagy, vagy ahogy te magad apostrofáltad, egy fegyelmezetlen lélek vagy, aki hisz abban, hogy ami az ember lelkében megszületik, az abból akár novellát, akár verset lehet írni, és ez el is jut az olvasóhoz. Nem akarok sem szkeptikus, sem ünneprontó lenni, de mégis amikor téged hallgatlak, vagy olvaslak, akkor mindig eszembe jut, hogy ebben a világban azért hinni abban, hogy az emberek verseket olvasnak, az nem őrültség, de azért egy óriási hurrá optimizmusra val. Mennyire fontos az, hogy olvassák is a verseket, vagy meg lehet maradni ilyen Berzsenyi Dániel szintjén, és megírni a köteteket, kiadni, vagy akár otthagyni az íróasztalon? Most nagyon sok minden kavarodik az agyamban a kérdésed során. Hát ugye a vers az a lélek kenyere, a lélek édessége. Egyszerűen szükségszerű, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémán tengelye, ahogyan József Attila mondta. Érdekes dolog ez, mert a pék süti a kenyeret, a tanár tanítja a diákot, ugye rengeteg foglalkozás és mesterség van. Nekem ez jutott, hogy én verseket írok, különböző versesszéket és látleleteket a világról, az emberről. Ezt nem biztos, hogy az ember maga tudja irányítani és maga tudja ezt kezelni. Nem gondolom azt, hogy nem olvasnak verseket. Természetesen mindig is egy szubkultúra volt a versolvasás, de az internet megjelenésével rengeteg szöveg jelenik meg a virtuális világban, a slam poetry jelen van, és azt gondolom, hogy ha emberről beszélünk, akkor van lelke, és mindenképpen ki akarja fejezni magát valahogy. És a vers az egy őskori képződmény. Ugye révületbe estek már a táltosok is, és mi is révületbe esünk, mi emberek, vagy humanoidok, vagy félemberek. Aggódom a jövőért mindenképpen, és értem a kérdést, de még itt vagyunk, itt vagyok, addig a vers születik a keleti régióban is, és hát ugye nem olyan nehéz egy Besenyei, egy Képes Géza, egy Móricz Zsigmond, egy Kluti Gyula hazájában felvértezni magát az embernek, de azért az emberben vannak mély depressziók és árvaságok természetesen. Ezen díj kapcsán nem vagyok egy büszke ember, de arra egy picit büszke vagyok, hogy a keleti régiót és Nyíregyházát így én tettem föl a díjazottak listájára. Ez mindenképpen felemelő, és egy díj az mindig öröm és visszaigazolás, hogy csinálja az ember is, és van létjogosultsága. Ez jutott eszembe, hogy megboldogult, nem tudom, 15-6 éves koromban olvasótáborokba jártam, mert hogy én viszont szerettem a verseket akkor is, sőt, például a kedvenc idézeteimet mondjuk Aditól vagy József Attilától azt kiírtam, és akkor ott volt a szobám falán, tehát hogy ez valahol a versek szeretete egyfajta kívülállóságot, illetve egyfajta forradalmiságot jelentett, hogy bizony én egy picit más akarok lenni. Azért van egy mindennapi visszajelzésed, hiszen tanítod a 14-18 éves diákokat, és nyilvánvalóan ők tudják is azt, hogy te nem csak tanítasz, hanem írsz is. Milyen az ő visszajelzésük? Nagyon kettős dolog ez, hogy az ember egy érző költő, és közben pedig tanítania is kell a költészetet, a szépírást, az irodalmat, a világirodalmat. Ketté kell ezt a kettőt osztani, vagy terelni, de hát, mint mondtam, fegyelmezetlen alkotó vagyok, tehát picit fegyelmezetlen tanár is vagyok, de ez mindenképpen pozitív értelemben mondom, tehát sokkal érzőbb, sokkal érzékenyebb,
sokkal közvetlenebb, sokkal empatikusabb és emberibb vagyok, mint hogyha nem írnék, és nem mívelném ezt a tantárgyat. Tehát ugye sok tehetséges diákot, érző diákot látok. Nem biztos, hogy versírásban jönnek ki, hanem egy szónoklatversenyen, egy versmondásban. Nagyon sok műsort készítettem az iskolámban, rengeteg kreatív diákkal találkoztam, és azt vettem észre, hogy sokkal többen írnak, és sokkal több készség és tehetség van itt nálunk is Nyíregyházán, mint amit én is gondolnék egyébként, és mint amit felfedezünk. Mert nincs egy ilyen médium, hogy gyertek, írjunk verset, hanem gyertek, kapjatok ötöst valamiből. Tehát szerintem szükség van arra, hogy egy ilyen művészi indulatokat kapjon a diák a közoktatásban is, mert sokszor nem tudja, hogy mire jó ő. Ha már itt említetted, hogy ugye a digitális, az interneten is megjelennek írások, és ugye megjelennek a te köteteid, nyilván hagyományos papír, jó illatú könyvek, amit jó érzés megfogni, jó érzés olvasni, de talán tényleg ezt a teret is egy picit lehetne használni. Van ilyen elképzelésed, hogy valahol a nem tudom, akár egy közösségi oldalon is osztani egy picit ezt a fajta igét az olvasóknak? Igen, ugye különböző közösségi portálokon sok ismert és elismert íróköltő jelenik meg és használja a felületet, és sikeresen, tehát igazából használt a versnek az a fajta közösségi tér, ami több százakat és százezreket és milliókat tud megszólítani, tehát nem elveszett fejszennyele ez. Lehet, hogy a könyvet kevesebben vásárolnák meg, vagy szubkultúrába kerül, de felkerül egy nagy közösségi portálra egy vers, volt is erre példa, és több ezren tetszikelik, és ebből egy kötet lesz. Tehát nem egy, nem két ilyen példa van. Tehát nem csak árt, hanem azért használ is. Valahogy egálban vannak ezek a dolgok. Készül egy novellás köteted is. A novella és a vers az olyan, mint egy anyának két gyermeke? Ugyanolyan kedves? De szépen mondtad ezt. Talán igen, azt gondolom, hogy igen. A fegyelmezetlenséget az arra is értettem én, hogy átjárok a különböző műfajok között, tehát nem szeretem a definíciókat, tudom, hogy valamikor szükség van rá, de vers esszéket írok, tárcaverseket, prózaverseket, szocióverseket, trekkeket, tehát így hívom őket. A novellára szerintem arra is meg kell érni, az egy külön önkifejezés. A vers az egy ige, ahogy mondtad is, a novella pedig egy történet, egy alanállítmány, szentencia, tehát jobban oda kell tenni az embernek az idejét egy novellára. És úgy éreztem, hogy történetek vannak bennem, tehát járok kelek a világba, és kicsit feszít a vers forma, a vers tömb, és történetek vannak bennem, és ezeket írtam meg, és egy félkész kötet is készen van már, vagy félkészen van egy félkész kötet, Szanatórium mesék a munka címe. Hát Zsuka, nagyon szépen köszönjük, az időnk elfogyott, szívből gratulálunk. Köszönöm szépen. És nagyon sok olvasót is kívánok neked, és nagyon sok alkotást, amik még ott vannak ebben a kicsit fegyelmezetlen lelkedben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és most együtt meghallgatjuk az ukulele triót, egyébként az is szédületes, egy másik műfaj, és utána beszélgetünk is a fiúkkal.
Hölgyeim és uraim, az ukulele trió zenél, tehát hogy ezt a nemet honnan találták ki, fiúk, mindjárt megkérdezem, mert leginkább Vejnemöjnen és Jolopuki jutott eszembe erről a szóról. Van valami finn vonatkozása, vagy nincs? Nagyon távol van a finnek. Finnek? Igen, mert nem tudom, hogy... Vagy egy hangszer ez? Ez egy hangszer, így van. Az ukulele egy hangszer, egy gitárhoz hasonló hangszer, mint ahogy látták is a kedves nézők. Tehát az a picike? Igen, az a picike. És az az érdekessége, hogy ez Hawaii-ról terjedt el a világban, de nem hawaiiak készítették, hanem európaiak érdekes módon, mert két portugál hangszer készítő elindult világot látni, Hawaii-on letelepedtek, csak ott találták ki ezt a kis pici kis hangszert. Igen, és utána a Hawaii szigetek körül ez egy nagyon népszerű hangszerré vált, és utána az egész világban elterjedt, és most egyre többen játszanak. Hát, hogy itt figyeltem, hogy zenéltek, először azt gondoltam, hogy te egy óvodából nyúltad le ezt a hangszert, Bandi, te meg valami nyugdíjas otthonba jártam, mert ez úgy nézett ki, mint egy kis doboz, vagy egy puff. Ez is egy nagyon különleges dob. Először azt hittem, hogy elfelejtettél dobszerkót hozni, és vagy ezt régen találták ki, ezt a fajta dobot? Hát ez nem is igazán dob. Hát, tisztázzuk, az egyetlen hangszer, amire ülni kell, meg lehet. Uh-huh. Tehát ez az egyetlen, lehet hegedűre is, meg minden másra, csak nem túl jó, igen. És ez egy dél-amerikai hangszer, itt is valami portugál eredet, vagy valami ilyesmi, de azt hiszem, hogy a peruiak kezdték el először használni, és a cajón, mert az a neve, cajón úgy kell leírni, ez tulajdonképpen dobozt jelent. És... A váza az elég masszív, de az első lap egy nagyon vékony falemez, ami azért jó, igen, tud rezonálni, és meg lehet könnyen szólaltatni a hangszert. És ami a lényeg, hogy van mögötte vagy egy gitárhúr, vagy nem is egy, hanem négy vagy hat, attól függ, az van kifeszítve, és épp hogy hozzáér az előlaphoz, és attól van egy ilyen pergő, csattogó hangja. Ugyanakkor a nagyon jó hangszerek elég széles skálán megszólalnak, a mély, magas hangok, meg minden. Tehát gyakorlatilag egy dobszerkót lehet utánozni. De azért te olyan voltál, mint Jancsi Bohóc, tehát az orromon, mit tudom én, mit csinálok, a lábadra is rá voltak kötözve ezek a kis csörgőbörgők, tehát szinte minden testrészedbe volt vetve. Ezzel a három hangszerrel játszotok, vagy az ukulele trió egyébként más hangszerekkel is nem rendelkezik? Alapvetően ezzel a három hangszerrel játszunk, és megpróbálunk olyan dalokat áthangszerelni erre a formációra, amit szeretünk olyan előadóktól, vagy olyan műfajokból, amiket mi kedvelünk. Ugye, hát a nyíregyháziak biztosan ismernek már titeket, de hát nem csak Nyíregyházán, az ország több részében is, és hát gyakorlatilag több formációban is zenéltetek már valamennyien itt az elmúlt években. Van olyan, hogy egy formáció az nagyon kedves a szíveteknek, vagy például mondjuk akár most ez, ugye itt dicsérhetitek egymás szembe, hogy ti vagytok a legjobb fejek, és veletek a legjobb játszani, vagy egyszerűen azért kell több formációban is esetleg zenélni, mert mások az igények. Hát is egyébként, de hogy dicsérjük magunkat, nekem ez a kedvenc formáció most, mert ukulelén játszhatom rajta, mert én egyébként gitározok is. De valóban az van, hogy nyilván, aki zenével foglalkozik, az szeretne mindig minél jobb hangszereket venni magának, stb. És ez pénz kell. Uh-huh. Na most, hogyha valaki egy zenekarban játszik, nincs annyira, most már nagyon sok zenekar van, nagyon sok, igaz, hogy nagyon sok rendezvény is van, de nagyon sok zenekar is van, és ezért van az, hogy általában most már az emberek több formációban részt vesznek, mert hogyha valahol olyan igény van, akkor olyan zenekarban játszik, és akkor el tud menni arra a helyre, ahol azt igénylik, hogyha a másik formációval más zenét igényelnek, akkor oda is el tud menni, tehát nagyobb a merítési lehetőség gyakorlatilag. Tibi, te már csak a zenéből élsz? Nem. Tehát akkor, ha jól tudom, mindegyikőtöknek van persze valamiféle civil, igen, polgári foglalkozás. Igen. Ez végül is akkor csak a szerelem része? Igen, valószínűleg. Nem egészen egyébként, mert Tibi szerintem nem jól mondtam, mert végül is a zenéből élsz, úgyhogy te tanítasz zenét. Tehát mindannyian a zenével foglalkozunk, csak nem közvetlenül úgy, hogy hangszeren játszunk. Bandi is hangszerboltban is van például. Tehát, hogy a zenével kapcsolatosan dolgozunk, valamikor fel is lépünk, amikor játszunk, és valamikor más aspektusaiból közelítjük meg a zenét. Tehát mindennek a forrása tulajdonképpen a zene, és ebből táplálkoztok, és ez az, amit megosztotok a nézőkkel. Körülbelül két héttel ezelőtt nyitottátok meg a mi is a rendezvény neve? Zene Sóstón. Zene a Sóstón című rendezvényt. Ahogy itt hallgattalak titeket, tényleg egy ilyen
kellemes nyári este, kis borozás, kis táncikálás, tehát ez jut az embernek az eszébe. Táncoltak is egyébként? Igen, de elsősorban a gyerekek. Érdekes módon a gyerekek nagyon nyitottak az ilyen, igen, az ilyen kellemes zenékre. Ez érdekes, amit mondtál. Ugye mert... felnőttek nem ittak eleget. Igen. Érdekes, amit mondtál, mert a Lesz Festen játszottunk Kisvárdán, és ott az a szervező, aki oda meghívott bennünket, az zenekarokhoz írt egy-egy megjegyzést, ami az ő szubjektív véleménye volt, és azt írta a zenénkről, hogy nagyon el tudná képzelni magát egy gyönyörű helyen, egy kávézóban vagy egy koktélbárban, és ilyen zenéket hallgatna. Tehát, hogy ez a zene elsősorban, amit most már az Ukulele Tribúval csinálunk, ez háttérzene, ami egyfajta, nem is tudom, egy atmoszférát tud teremteni egy környezetben. Tehát ezt igen, leginkább egy ilyen helyen lehetne. Egy ilyen, mit tudom én, Firenze főterén este, egy nagy, sok-sok ilyen kiülő terasz, és akkor ott a háttérben. Sokan azt mondják, hogy ilyen megnyugtató zene. De ebben szerepe van a kis ukulelének, mert annak nagyon, nagyon érdekes hangja van szerintem. És milyen zenéket? Tehát átírtok, vagy vannak azért saját szerzemények is? Vagy azért a világ zenei irodalma az nagyon széles, és abból... Igen, én azt hiszem, hogy ezt már el is mondtam, hogy nyilván mindenki megpróbálkozik, én is korábban próbálkoztam dalok írásával, de aztán rájöttem arra, hogy olyan mennyiségű gyönyörű zene van, amit már egyébként megírtak, amit én jobbat nem tudok írni, úgyhogy maradok ezeknél. Tehát akkor inkább meghajtod a fejedet nagyok előtt, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezek meg fennmaradjanak, hát végül is ezeket igen. Állandóan játszani kell. Bocsánat, mit annyit hozzátennék. Egyébként szoktunk ilyen saját szöszeneteket gyártani, és néha elő is adjuk, amikor éppen olyan hangulatunk van, és a zenénben egy pár helyen felfedezhető az improvizáció is, ami tulajdonképpen egy hangulati rögtönzés egy pillanatban, és onnantól kezdve az már végül is saját kútfőből származónak számít, az alapok azok adottak. Tehát elég merészen belenyúlunk számokba, hozzáteszünk, elveszünk. Úgyhogy végül is egy sajátos közelítés a számokhoz. Hát azt gondolom, hogy ez annyira nehéz ezt meghatározni, hát az ember játsza, akkor a sajátjává válik, hiszen ugye rajtatok keresztül szólal meg, tehát igazándiból. Igen, mindenkiben más hív elő egy-egy dal. Demokrácia van az együttesben, vagy van főnök? Demokrácia van. Szerintem. Néha vannak azért, mit tudom én, kisebb viták, hogy ez hogy kellene, meg miért. Megmondom őszintén, hogy, és ezt többiek is alátámasztják, hogy trióban játszani elég nehéz. Tehát itt még igényelnénk több hangszert, meg más, mit tudom én, de minden átirat, minden úgy készül, hogy megpróbálunk mindent leegyszerűsíteni ezekre a hangszerekre. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy azért kerek legyen a történet. De visszaadja ugyanazt. Igen, igen. És hogy ne legyen unalmas, mert mindig ezen is agyalunk, hogy jó, most elmegyünk valóban játszani, kell játszani 60 percet, de hogyha egy dalt játszunk eredeti hosszában, az nem biztos, hogy jó, mert megunják. Ezért mindig mostanában azt csináljuk, hogy 2-3 vagy 4 dalt összevonunk, függetlenül attól, hogy milyen hangnembe van. Ezeket midinek nevezik egyébként, ezt nagyon sok előadó csinálja. Összekötő zenét, és megnézzük, hogy hol van az a pont, amikor már eljátszottuk egyszer a bevezetőt, a refrént, stb., vagy volt egy kis impró benne, és akkor átmegyünk a másik dalba. Tehát mire a hallgatóság felolcsúdik, addigra már egy tök másik. És akkor így van nekünk ilyen olyan könnyű zenei blokk, ami mit tudom én, csak regi, csak filmzene, Diszkó, tehát ilyen is van, tehát ilyen, és hát igen, tehát ilyen vicces, kicsit mókás. Na hogy... mikor fogjuk ezt legközelebb? Hát mindjárt egy másodperc múlva zenéltek, de annyira egy háziak, vagy akár itt a megyében, mikor léptek föl, Vidoron esetleg? Vidoron, ezt Szasza tudja, mert Szasza szokott szervezkedni, ő tudja már, hogy hol leszünk. Köszönöm. Nálam van a program, ő a menedzser akkor ezek szerint. A Vidor Fesztiválon elsőjén fogunk játszani, szerintem 5 órakor. De akkor kétszer is fogunk játszani. 16:40-kor, meg 18:00-kor az úgyval. Igen. És utána majd Nagyhalászban is fogunk játszani, meg fogunk még játszani Rakamazon. Hát a többit azt nem tudom most fejből. Egyébként a Zene Showstone program sorozat tulajdonképpen itt a ötlet gazda, tehát akinek a fejéből kipattant, és aztán tulajdonképpen... Meg a gazdatárs. Igen, tehát miután úgy kezdett összeállni, hogy mit is akarunk, és kaptunk rá engedélyt, akkor gyakorlatilag összeállítottunk meghívtunk zenekarokat,
akikről úgy gondoljuk, hogy tudják képviselni a város zenei életét, tehát ott Sóstón. Illetve az akusztikus műfaj. Igen, tehát ez jó kezdeményezés egyébként. Elsősorban turista csalogatónak is fel lehet fogni ezt az egészet. Sóstón, aki mit tudom, kijön a strandról, megy vagy a szállás felé, vagy éppen egy éttermet keres magának. És így van. Hát engem is elvarázsoltatok, úgyhogy be fogunk még titeket hívni, mert most belétek kell folytani a szót, és akkor hajrá, fiúk, vegyétek fel az ukulelét, foglalj helyet a kis dobodon. Hát szaszottam meg csak ezt a kis hagyományos gitárt kapd elő, és akkor mit fogunk hallani? Mi volt az első, amit játszottunk? Teljesen mindegy. Jó, akkor majd utána, amit szeretnétek. Két számot hoztunk egyébként most, az egyik, de hát gondolom, hogy ezt nagyon sokan ismerik, Santanának az Európája. Ezt azért választottuk, mert nagyon sok gitáros zenét írnak át ukulelére, a másik pedig a hulló levelek, ez egy híres francia sláger. Nos, hát akkor hamarosan hallgatjuk. Kedves nézők, köszönjük, hogy velünk tartottak, nagyon szép hétvégét kívánunk, és várjuk Önöket a jövő héten is. Viszontlátásra!